Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy a felirat is mutatja, az Audacity makrozásával fogunk foglalkozni. A makrozás ugyanaz, mint bármely egyéb feladatnál a makrozás. A legtöbb program, nagyon sok programban van makroírási vagy makrofelvételi lehetőség. Itt makroírási lehetőségünk lesz. És mit jelent az, hogyha valamit felmakrózunk? Hát bizony, az azt jelenti, hogy ismétlődő feladatokat megcsinálunk egyszer, rászánjuk az időt, hogy egyszer jól elkészítjük, és utána nagyon sok fájlon, nagyon sok projekten, nagyon sok egyében ugyanazt elvégezzük. Egyszer készítjük el. Az Audacity-ben a makrózás kettő feladatot lát el. Tudsz egy makrót írni, megmutatom, hogyan kell, nagyon egyszerű, és le tudod futtatni azon a fájlon, ami meg van nyitva. Jó, ez egy nagyon kényelmes dolog, hogyha például úgy, mint én, felveszünk egy audio anyagot, egy videó anyagot, és megvágjuk a videót, és a hangon szeretnénk egy picit javítani, mert azért valahogy kinézzen, az általában ugyanaz a hang az enyém, ugyanaz a mikrofon az enyém, ugyanaz a környezet az enyém, ugyanazok a hibák vannak benne, tehát kiugrások a P, B, meg egyéb betűk miatt kialakult tüskék, meg körülbelül egyforma hangerejű a dolog, tehát ezeken a javítások, igazgatások nagyjából ugyanazokat a feladatokat adják. Akkor elkészíti az ember az adott makrót, majd utána megnyitja a fájlt és lefuttatja rajta. Ennyi. Két hét múlva, egy hét múlva elkészíti a következő videót, kicsapatja belőle az audiósávot, azon javít, ugyanúgy már nem egyesével csinál dolgokat, limitál, normalizál, equalizert használ, egyéb, hanem egyszerűen csak a makrót futtatja rajta. Azaz egy elvégzett feladatot sokszor tudsz újra használni. A másik, ami sokkal jobb, és talán egy kicsit kényelmesebb is, az, hogy meg nem nyitott fájlok tucatjain tudod lefuttatni annak a fizikai megnyitása nélkül egymás után ezeket a makrokat. Azaz például ilyen feladat az alap bemutató makrónál, amit bele is tettek ebbe a kis programocskába, bizony az, hogy normalizál és MP3-assá átalakít. Nem teljesen igaz, és látni fogjátok, hogy megnyitás nélkül, de a manuális megnyitás nélkül fogja elvégezni a feladatot, azaz automatikusan megnyitja, elvégzi, bezárja, konvertálja, mindent meg fog helyettet csinálni. Azaz, nézzük is meg, hogyan működik ez. Az első gondolat az, hogy én már összeszedtem az adott három darab példafájlra azokat a feladatokat, amiket el szeretnék végeztetni. Egyszerű feladatok lesznek, és csak összerakosgatjuk a makrót, lefuttatjuk a makrót, és látjátok, hogy milyen gyorsan és hatékonyan, és milyen munkamódszerekkel lehet ezt megtenni. Nézzük is meg a makrót. A Tools eszközök között lesz a makro. Ezt azért mondom, mert régebben a File menüben volt olyan, hogy lánc. Az most átkerült makro néven a Tools menübe, és bizony makrók című dolgot megnyitunk. Makró, kettő darab van, mintakép. Az egyik makró, ami szerintem egy nagyon jól összerakott makró, nagyon jól lehet látni, hogy körülbelül kettő darab feladatot fog ellátni, az MP3-as konverzió. Tehát, hogyha neked van egy csomó nem MP3 fájlod, és szeretnéd mindet MP3-assá átalakítani, hogy előtte normalizálást is elvégzöl, akkor ezt a makrót már le is tudod futtatni. Én a internetről letöltött, YouTube-ról letöltött hangos könyveknél, felolvasásoknál így pontosabb, illetve a legálisan összeszedett rádióműsoraimnál használom ezt, hiszen ott sokszor a mentés MP4-be történik meg, vagy okfájlok vannak, vagy akármi, tehát nem MP3, amit én szeretek. Lefuttatom, lejön egy tucat audiofájl, azt gyorsan és hatékonyan, beavatkozás nélkül automatikusan ez a makró át fogja alakítani nekem MP3-assá, és utána természetesen én kényelmesebben tudom vágni, én kényelmesebben tudom ID3-as tegekkel ellátni. Na, lényeg az, hogy már maga az alap beállítás, alap
minta is használható, és ez úgy igazából ritka, mert sokszor olyan makrókkal, olyan feladat megoldásokkal találkozunk egyes programokba, hogy szerintem arra soha senkinek nincsen szüksége, de legalább mintának nagyon jó. Itt a minták is nagyon kényelmes és használható dolgok. Csak ajánlani tudom például az MP3-as konverzióhoz az Audacity makró megoldását. Oké, jó-jó, mi az első gondolat? Hát természetesen egy új makrot fogunk csinálni, annak lesz egy neve, nevet kell adni neki, mert 2 perc múlva elfelejti az ember. Mit látunk? Van egy teszt makronk, hát vagy remove, azaz eltávolítjuk, vagy átnevezzük, nem igazán. Olyasmi ez, amit most meg akarunk csinálni, és látjuk, hogy edit step, tehát a lépéseket szeretnénk editálni. Hát beszúrunk előső körben egy limitálást, megkeressük az L betűt, ahogy lehet látni, elég sok olyan lehetőség van, aminek a felét sokan nem tudják. Ha valamit csinálunk, előtte kipróbáljuk, ez az első feladat. A második feladat természetesen az, hogy utána nézzünk, hogy egy limitálás, egy equalizer, egy akármi szösz, ami oda van írva, az mit csinál? Tehát nem adhas, rácsapsz a hasadra, és utána beilleszted, és az összes értéket csak úgy állogatod, nem. Lényeg számunkra, hogy mindig tudjuk, hogy mit szeretnénk csinálni, a limitálás azt csinálja, hogy a kiugró hang pöcköket, az oszlopokat, volt már erről szó, természetesen lenyesi. Oké, limiter, hát itt van egy bizonyos beállítási lehetőség, ha akarod a paramétereket ugyanúgy, mint amikor az audiofájt szerkeszted, tudod szerkeszteni, tehát már úgy kerül be a scriptbe, a makróba, hogy be van állítva, betesszük a limiterünket, és ott van a limiter. Utána be fogunk szúrni egy normalizálást, ez egy szokásos dolog, amit én meg szoktam csinálni. Oké, beszúrunk a normalizálás után egy csend csonkolását, azaz van egy távolság, csend, ami hosszabb, mint ami nekünk kell. Felolvasásoknál, főleg nem professzionális felolvasásnál, bizony előfordulhat az, hogy levegőt vesz a felolvasó, és azt nem vágja ki, amikor a hanganyagot elkészíti. Ezeknek a csendeknek a hossza és bénán összerakott audiofájloknál elő szokott fordulni az, hogy van, amikor 1 perc. Találkoztam olyannal is, amikor valami oknál fogva 5 perces csend volt bent. Természetesen egymás után beillesztett dolgoknál fordult elő, tehát illesztési hiba volt, de lényegtelen, hát hogy hallgatsz valamit, akkor 5 percig várod, hogy a következő mondat előkerüljön, nem nyerő, meg az elején, végén szokott lenni fölösleges, hosszú csend. Hát bizony a csend csonkolásával ezt meg tudjuk tenni. Itt is azt szeretném elmondani, hogy a csend csonkolása alapesetben egy egyszerű feladat. Egy egyszerű feladat, de én mindenképp arra biztatok mindenkit, hogy nézzen utána, próbálgassa ki, nézze meg, hogyan működik, mert gyakorlatilag tönkre is tudod vágni a hanganyagodat. Nem tudod tönkre vágni, ma az Audacity nagyon okos, a végén megmutatom miért, de maradjunk annyiba, hogy gyakorlatilag jobb, ha tudjuk, hogy mit csinálunk. Oké, ennyi a feladatunk. A végére természetesen szeretnénk egy MP3-os eredményt, kimenetet készíteni. Természetesen van lehetőség, megkeressük a mentés MP3-asba. MP3-as konverzió, oké, elkészült a dolog. Elkészült a dolog, amiből látjátok, hogy eléggé bénán raktam össze. Azért, mert hát most így sikerült, az MP3-as konverzió a harmadikra került, és utána került a limiter, ami nem nagyon nyerő, össze tudjuk rakni. Direkt így raktam össze, hogy lássuk azt, hogy bizony mi későbbiek folyamán is tudjuk mozgatni le, föl, tehát az elvégzendő feladatok sorrendjeit nagyon fontos. Az MP3-as konverzió, hát az a legvégére fog kerülni, a vége elé fog betenni. Nyilvánvalóan a limitert nem a normalizálás után fogjuk elvégezni, hanem első körben lelimitáljuk a dolgokat,
és utána normalizáljuk, levágjuk a fölösleges kiugrásokat, és utána fogjuk fölerősíteni, normalizálni a hangunkat, azaz ezt szépen föltesszük a legelejére. Normalizálás, csend, csonkolása, MP3-as konverzió. Elvégeztük a feladatot, megnézzük, limitál, levágja a kiugró tüskéket, felnormalizálja a hangot, és a csendet csonkolja. A csend csonkolásának nincs jelentősége, ugye az elején, végén vagy a közepén végezzük el, de mindenképp a mentés a konverzió előtt kell elvégezni. Oké, a limitálást megnézzük, hogy bizony az legyen, ami nekünk kell. Én úgy gondolom, hogy ennél a hanganyagnál egy picit lejjebb veszem a limit szintet, mert így szokott működni, a normalizálást hagyományosan meghagyom a mínusz 1 decibeles normalizálása, ez bevált, és igazából nem változtat egy normális minőségű hanganyagon semmi olyasmit, hogy probléma legyen vele. Ha esetlegesen valami probléma van, akkor nyilvánvalóan újra tudjuk normalizálni, újra tudjuk a fájt kezelni, hiszen ahogy mondtam, az Audacity nagyon ügyes, és nem írja felül azt a fájt, ami az alap, hanem egy külön könyvtárba készíti el a kimenetet. Tehát, hogyha valamit nagyon eltoltunk, akkor sincs nagy baj. A cseng csonkolása, megnézzük, szerkesztés, mínusz 20 decibel, az szokott lenni, és a felesleges csend tömörítését választom, ami hosszabb, mint fél másodperc, azt felére csökkentse le. Gyakorlatilag a hanganyag jó minőségű, nincs benne mondjuk 10 perces szünet, vagy 2 perces szünet, vagy 5 másodperces szünet, aminél gondot jelent, hogy hát bizony az 5 másodpercet, hogyha felére csökkented, az testvérek között is, hát akárhogy nézzük, 2,5 másodperc, és ez elég hosszú csendnek fog tűnni, tehát ez nagyon jó. Ennyi, és akkor leokézzük. Azaz, összeraktuk, megnéztük a szerkesztés pontba, hogy bizony milyen bemenő adatokat fognak kapni, milyen értékeket fognak kapni az egyes skriptek, egyes változtató eszközök. Az MP3-as konverziónak nincs, és a végének sincs beállítási lehetőséget. Természetesen kimenetet változtathatsz másnak is, tehát menthetsz másba is, meg különböző egyéb beállításokat is tudsz megtenni, természetes, de nekem most ez az MP3-as alapkonverzió a kedvencem. Minőségben nagyon jól működik, nem csinál túl nagy, illetve nem csinál túl vacak hangot. Oké, megvan a lista. Ez a lista lehet 30 tagból, és bizony leokézzük, és örülünk neki. A következő lépés micsoda? Természetesen két lehetőségünk van, megnyitunk egy fájlt, és lefuttatjuk rajta a scriptet. Ha nem így gondoljuk, hanem szeretnénk több fájlon végigfuttatni, akkor megnyitjuk a fájlokat. Ez hogyan működik? Az első rész úgy működik, hogy a fájlt megnyitod, majd a Tools menübe mész, és a Macro, és kikeresed, ami kell, és a Project gombra rányomva az adott, megnyitott projekten végigviszi ezt a feladatot. Ez igazából nem olyasmi, amit be kell mutatni, nagyon kényelmes. Ennél kényelmesebb dolog nincs, hogy előre elkészíted, és utána éveken keresztül tudod használni. Igazából kényelmessé teszi ezeket, még egy egyszerű alap normalizálás és konverzálásnál is, hogy a file menüre kattintasz, és szépen megkeresed azt a könyvtárat, amiben a fájlok vannak. Látható 3 darab, 1-2-3 fantáziadús névvel ellátott fájlt készítettem, ami MP4A, tehát MP4 audio file. Én ebből MP3-as szeretnék készíteni, és legyen szíves ezeket a feladatokat elvégezni, kijelöljük mindent, vagy amit akarod, és én azt mondom, hogyha nem így készíted össze a könyvtárba azokat, amikkel neked dolgozni kell, mert mondjuk hát igazából vannak TXT fájlok, képek, egyebek is a könyvtárba, akkor ne az all fájt, hanem légy szíves a supported fájt
beixelni, beállítani, és akkor csak azokat a fájlokat mutatja, amiket ő támogat. Meg szokta akasztani a script futását, és egy engedélyt kér, hogy azt a fájlt átugorhassa. Hát jelzi azt, hogy egy TXT fájllal, hát bizony nem tud mit csinálni, nem ismeri föl. Hát ilyeneket ne rakjunk be a scriptnek a feladat sorába. Miért? Mert nem azért scriptesítettünk, hogy majd itt egy MP3-as normalizálása után jön egy TXT, mondjuk leírja, hogy mi van abba a MP3-asban, ki a szerző, meg egyéb, és akkor hát megáll az egész menet. Nekem azért kell a scriptesítés, hogy elindítom a scriptet, és utána ne álljon meg, menjen végig, örüljünk neki, ne kelljen felügyelni, ne kelljen nézegetni a dolgokat. Hármat állítottam be, természetesen, hogy gyorsan végezzünk. Rákattintunk a megnyitásra, és automatikusan elindul. Látható, van egy sorozat, mármint szépen felsorolja, hogy tesókám, ezt a hármat fogom elvégezni, itt mutatja, hogy az egyessel kezdte, megnyitotta, ahogy lehet látni, elvégzi a feladatot, látható, hogy elvégzi a feladatot, mert csinálja, amit kell, és bizony várni kell, nem sokat, szépen kérje, hogy mennyi, el lehet menni kávézni. Én amikor egy-egy felolvasónak a dolgait összeszedem, berendezem és scripttel csonkolom a csendet, levágom a pitcheket, a tüskéket, normalizálom és áteszem MP3-asba, akkor azt szoktam volt csinálni, hogy akkor indítom el, ha nagyobb az anyag, amikor elmegyek teázni, kávézni, az udvaron van munkám, vagy egyéb feladatokat szeretnék ellátni, ilyenkor szépen dolgozhat a gép önötevékenyen, anélkül, hogy nekem nyitogatni, zárogatni, tevékenykedni kellenék valamivel, és amikor elvégzi a munkát, utána természetesen örülök neki, megkeresem az adott fájlokat, belehallgatok, természetes, majd utána azokat lementem, rendezem, és örülök neki, hogy egy jó minőségű anyag van. Éppen ez az anyag éppen egy Verne Gyula, a Grand Kapitány gyermekei felolvasás, és azt kell mondanom, hogy professzionális minőségbe olvassa fel, aki felolvassa, és ahogy lehet látni, nem igazán kell itt nagyon sok mindent csinálni, mert amikor megnyílik a fájl, és úgy kiugrik rendesen, tehát az egészet kijelöli, és láthatóvá teszi a vágósávba, akkor sincs semmi olyan feladat, most nyitja meg a fájlt, és látható, hogy nem egy ronda fájl. Tehát nem egy olyan fájl, amivel igazából nagyon-nagyon sok mindent kell csinálni, itt van a fejezet, beszéltünk a fejezet szétvágásáról, fejezetnek a közepe, itt van a felvezető zene, itt van a levezető zene, tehát egy professzionálisan összeállított anyagról beszélünk, az ilyet könnyű, és az ilyet lehet makrozni, olyasmit nem lehet makrozni rendesen, amelyik fele halk, fele hangos, akkor vannak bennem mindenfajta zenék, össze-vissza vannak átvezetések, tehát azokkal nem nagyon lehet ilyesmit csinálni. Volt ilyen, volt egy sorozat, amikor megbeszéltük, hogy ezekkel mit lehet tenni, de hát látható le is futott. Annélkül, hogy hozzá kellettem volna nyúlni. Ha ezt nem csináljuk meg makrozásnak, akkor megnyitjuk az egyes fájlt, kijelöljük az egészet, limitálás, lefut a limitálás. Biztos, hogy rögves nem tudok rákattintani, hogy a normalizálás, listából kiválasztjuk a normalizálást, lefut a normalizálás, lehet, hogy éppen egy levelet olvasok és nem figyelek, akkor várunk egy fél másodpercet, egy percet, kettőt, hogy odáig eljussak, hogy észrevegyem, hogy lefutott, utána a csend csonkolását elindítjuk, lefut szépen, gyakorlatilag biztos, hogy nem bambulom a monitort, utána pedig MP3-as konverzió, becsukjuk a projektet, megnyitjuk a következőt, ugyanezt elvégezzük. És mindegyik kattintással, nyitogatással, tevékenységgel jár, ami igazából nem túl izgalmas. Lefutott az egész cubehőr, végeztünk a feladattal, leokézzük, és ha utána nincs más feladatunk, nem akarunk vágni, vagy még makrót lefuttatni, akkor természetesen becsukjuk a projektet, becsukjuk az Audacity-t, és örülünk annak, hogy bizony villámgyorsan, különösebb munka nélkül,
egyszer összeállított szkripttel elvégzett azt a munkát, amit nekünk manuálisan azért sok kattintással, sok állogatással járva bizony el kellett volna. Nézzük is meg a Ranger-be, keressük is meg, hogy én miről beszéltem az előbb, hogy nagyon okosan készítették el az Audacity-sek ezt a makrozást. A makrozásnak az a lényege, hogy a munkát levegye a vállunkról, és nem az, hogy plusz bosszúságot csináljon. Azaz, megmutatom, ami nagyon-nagyon tetszik, lemegyünk a teszthez. 1, 2, 3, itt van a 3 darab MPA fájlunk változatlanul, és ide van téve makro output könyvtár. Oké, és látható, hogy abba benne van a 3 darab fájl. A 3 darab konvertált, beállított, igazított fájl. Azaz, ha véletlenül valamit nagyon-nagyon-nagyon eltoltál, és nem megfelelő a hanganyag, akkor vissza tudsz menni az eredetihez. Nagyon kellemes, mert sokszor előfordul az, hogy bizony felüliratják a változtatásra kijelölt, javításra kijelölt anyagot, kép, videó, audio, szöveg, totál mindegy, de nincs róla mentés. Itt nem kell mentést csinálni, itt nem kell olyasmit csinálni, hogy ja, persze majd átmásolom egy könyvtárba az egészet, és biztos, ami biztos, és 100%, hogy legyen egy mentésünk. Itt maga az Audacity gondoskodik arról, hogy a makró futtatásával ne tedd tönkre az eredetit, ne azt írt felül, ne azt törölt. És ez nagyon kényelmes, mert több program ilyesmit nem csinál. Nagyon-nagyon kényelmes dolog. És azt is hozzá kell tennem, hogy elég sok konverziós programot kipróbáltam, párat be is mutattam, futtattam én terminálosat, futtattam én grafikusat is, és arra kellett rájönnöm, hogy az egyik legegyszerűbb módszer arra, hogy akármiből, akármilyen videó vagy audiofájlból csináljunk akármilyen audiofájlt, a legegyszerűbb konverzió témával, arra az egyik legkényelmesebben használható dolog az Audacity, és a leggyorsabb. Ezek egy óra környékiek, itt lehet látni, hogy egy órás, itt 55 perces, illetve a harmadik 45 perces anyag volt, és villámgyorsan elvégezte a feladatot, villámgyorsan kidobta az MP3-asba az anyagot, tehát nem is kellett nagyon sokat várni rá, gyors, azt kell mondanom, gyors. Időnként az az érzésem, főleg, hogyha nincs egyéb feladat, amit a makróba belerakosgattott az ember, gyorsabb időnként, mint a terminálos megoldások egy része, ráadásul grafikusan tudjuk beállítani. Amit még érdemes tudni, bár gyakorlatilag ez Windows, illetve a Linux rendszereknél eltérhet, de érdemes tudni, hogy ezek a beállított fájlok, a makrók, igazából egy sima szövegfájlok. Ezeket, hogyha újra szeretnéd telepíteni a rendszeredet, nem ilyen egyszerű makrókról beszélünk, mint amit éppen mutogattam, hanem egy összetettebben, ahol sok mindent, sok értéket állítottál, sok feladatot állítottál, és fontos az, hogy pontosan a mai, meg két év múlvai makró pontosan ugyanolyan legyen, akkor le tudjuk menteni ezeket a TXT fájlokat. Hát első körben előkeresem a Ranger-be a rejtett könyvtárakat, és van olyan könyvtárunk valahol itt, hogy Audacity data, pont Audacity data, azaz rejtett fájl, azért kellett a rejtett fájlokat, rejtett könyvtárakat elővarázsolni. Alapértelmezettségbe nem szeretem, ha elő vannak, nehogy belenyúljak valamilyen konfigurációs fájlba. Itt van olyan, hogy a pluginok, hát a pluginoknak itt van a helye, engem ez most nem érdekel, hanem itt van a makrók feliratú, és lehet látni a FADENS, ezt is érdemes kipróbálni, egy szép íves halkítást tesz az audiofájl végére, ezt kézzel is meg lehet csinálni, de hogyha több százon szeretnél ilyen levezetést csinálni, lefuttatást csinálni, akkor ez nagyon aranyos dolog. Itt van az MP3-as konverzió, és itt van a
TestTxt-n, és ahogy belenézünk, lehet látni, hogy simán felsorolja, hogy limiter, command, és semmi egyéb, beállítás, a normalizálás, itt vannak a levelek, a szintek, meg egyebek, azaz, itt van a hang csonkolása, és ugyanazokat az értékeket fogod itt vizuálisan, szövegesen látni, mint a panelokban. Azaz, gyakorlatilag ez egy olyan lehetőség, azon kívül, hogy kézzel is bele lehetne írogatni, amit igazából nem szoktam javasolni, ez egy olyan lehetőség, hogyha fogod, és ezt a teszt TXT-t lemented, mert ez fontos neked, mert be van állítva, és az összes értéket nagyon finoman beállítottad, utána ugyanebbe a könyvtárba új telepítés után vissza is tudod másolni. Hát, köszi szépen, hogy meghallgattatok, remélem mindenki ráérzett arra, hogy maga a makrozás pofon egyszerű és hasznos. Természetesen megvannak a korlátjai, egy komoly zenei mű és egy beszéd, az én beszédem, meg egy nagyon szép, mondjuk Bang Bang-nak a opera részletét, hát nem biztos, hogy egyformán lehetne makrózni, de gyakorlatilag sok mindent meg tudunk oldani úgy, hogy igazából nem kell plusz tudás hozzá, a meglévő ismereteinket az eszközökről, azokat szépen egymás után összerakjuk, felhasználjuk, be tudjuk állítani pontosan, hiszen ugyanazokat a panelokat, akár amikor beillesszük, kiválasszuk, mondjuk a limiternél látható volt, későbbiek folyamán esetleg a szerkesztésre kattintva be tudjuk állítani a pontos értékeket, lementjük, és utána már, hát időzőben örökre tudjuk használni. Kösz szépen, sziasztok!